Évi fogadalom. Szülinapi ígéretek. Következő hónaptól nem csinálom. Jövő héttől odafigyelek. Majd holnaptól. Soha nem tartottam még be olyan fogadalmat, ami így kezdődött, mert már az, hogy meghatározott időponthoz kötöm a kezdetét, az a halogatás jele. Abba mindig belefér még egy kis idő. Ha valamit komolyan gondolok, abba azonnal belevágok. Többnyire. Mai adásunk főszereplője szerint minden baj okozója a kényelem, hiszen nem jár sok lemondással a tudatosság, legyen szó étkezésről, háztartásról vagy a gardróbunk összeállításáról. Eke Angéla junior prímadíjas bábszínművész. Különleges egyéniség, akinek van véleménye a világról, és azt el is mondja, sőt, példát szeretne mutatni aktivista megnyilvánulásaival. Fontosak számára a tradíciók, történetek, és mint az élet minden területén, az öltözködésben is a fenntarthatóság a legfőbb célja. Az Én Ifigénia című monodrámádat a Radnóti Tesla laborjában játszod most. Mesélsz nekünk egy kicsit ennek a létrejöttéről? Először is Závoda Petit felhívtam, és megkérdeztem tőle, hogy hát nem írna-e nekem valamit. Elmondtam neki a koncepciót, hogy az lenne az ötletem, hogy van egy írott anyag, egy történet, ami bármi lehet, de én azt odaadom több rendezőnek, úgyhogy nem tudnak egymásról, megrendezik nekem, velem, és aztán az egy előadáson lejátszom az összeset. Azt mondta a Peti, hogy jó, oké, ő ír anyagot, de az legyen akkor valami nagyon személyes. És elkezdett interjúztatni engem, és elkezdtünk beszélgetni a születésemtől fogva. Mondta, hogy mindent meséljek el. És akkor a Peti keresett a görög mitológiából egy olyan alakot, akinek a sztoria párhuzamba állítható az enyémmel, és így találtuk meg Ifigéniát. És a sztori végül, az Én Ifigénia előadásnak a története végül egy mai modern mitológikus hősnő tulajdonképpen, aki beszél az életéről, mesél, eljátszik, és mindenféle történik vele. Nagyon izgi. És mennyire fenntartható a te színházad? Tehát mennyire tudsz törekedni arra, vagy mennyire akarsz arra törekedni, hogy egyébként a színházba is behozd azt, hogy ne legyen pazarlás, vagy pedig ezt tudatosan ketté választod, mert tudod, hogy nem feltétlenül megoldható. Vagy megoldható? Önmagában szerintem a független színház csinálás az egy fenntartható dolog, mert nincsen lehetőségünk pazarolni. Igen, hiszen próbálod megúszni minél kisebb költségvetéssel a dolgokat, tehát igen. Igen, tehát önmagában már az egész alkotást áthatja az a gondolat, a fenntarthatósági gondolat, hogy hiába álmodnál te oda egy hatalmas nagy, nem tudom, tükörházat és strassz lépcsőkkel, egyszerűen nyilván anyagi keretei vannak ezeknek a dolgoknak. Jelmezben törekszel-e arra, hogy a ruhák olyan helyről kerüljenek hozzád, hogy ne fast fashionből, hanem mondjuk egy vintage turkálóból? Az egyik verziónak a jelmeze az egy magyar tervezőnek a ruhája, és az került be az előadásba, és az a jelmezem, ami még azt gondolom, hogy fenntartható, szintén az Én Ifigéniában, hogy van egy szegmens, vagy van ez egyik rendezői verzió, ahol az egész színpadot nagyon-nagyon sok babaruha lepi be, és azt például különböző online vásárokon szereztük be. Nálad ez hogy indult egyébként? Vagy mi volt az első olyan lépés, ami elindított ezen az úton, hogy ilyen tudatosan éld az életed? Azt hiszem, hogy a vásárlással lehet a legtöbbet pazarolni. Amikor én gyerek voltam, akkor mi szegények voltunk, és abszolút nem volt lehetőségünk pazarolni. És én abszolút nem voltam elkényeztetve, tehát hogy én nekem nagyon-nagyon sokat kellett várnom, míg a vágyott játékot, vagy tárgyat, vagy egy ruhát, azt megkaptam. És összességében azt gondolom, hogy felnőtt koromban nagyon sokat tudok ebből profitálni, mert egész egyszerűen szerintem az, hogy most bármit meg tudunk vásárolni magunknak. Tehát, hogy bármelyik pillanat, tehát most itt ülök és megrendelek telefonon, és mire hazaérünk hozzám, ott lenne már az a ruha, vagy ez a tárgy, vagy az az eszköz. Egy tervezői darab az ugye sokkal drágább, mint egy fast fashion. De amellett, hogy drágább, sokkal jobb minőségű, tehát sokkal tovább hordható lesz az a darab, tehát olyan sokáig hordod, hogy visszahozza az árát, hogyha csak az árról beszélünk. De gondoljunk az emberekre, akik dolgoznak egyébként, és mondjuk magyar tervezők, ők az esetek legnagyobb százalékában etikus munkavállalás, etikus munkáltatók, és olyan fenntartható anyagokból dolgoznak, amik organikusak, és olyan előállítással készültek, amik a környezetünk szempontjából is inkább, szóval sokkal kártékony, sokkal jobb. Én a turkálókat, a second handeket, a ruhacseréket és a gardróbvásárokat tartom amúgy a legfenntarthatóbbnak, hiszen olyankor derül ki számunkra az, hogy mennyire nem lenne szükség újat gyártani, hiszen van. Nézzük meg, hogy mit üzen a te gardróbod, jó? Jó, rendben, menjünk. Ezt még megiszom. Én is. Mennyire ragaszkodsz a tárgyakhoz? Mert azért azt látom, hogy itt olyan bútorok vannak, aminek van története. Hát én nagyon szeretem csak olyan dolgokkal körbevenni magam, aminek van története, tehát aminek már van egy múltja. És azt szeretem a legjobban egyébként a művészetek terén is, hogyha a tradíción alapul valami, de egy ilyen innovatív szemlélettel van így az egész megtisztelve, úgymond. És az itt található bútorok és kiegészítő tárgyak, azok abszolút ezt képviselik. Itt van ez a két darab, itt van ez a polcocska, és itt van ez a csodálatos bárszekrény, aminek majd még van egy különleges szuper képessége is, amit mindjárt megmutatok, de ezt azt kell tudni erről a két darabról, hogy egy magyar testvérpár az, akik úgymond felkutatják ezeket a régi bútorokat, és felújítják, és egy picit kapnak egy ilyen mai gellert. Például ennek abszolút ez a pudárrózsaszín színe, ami a mai tulajdonság. Egyébként a 60-as években lett tervezve ő, és ez pedig hát fel lett újítva, és... Ez egy olyan bárszekrény. És ki van még bélelve? Aminek ki is van bélelve. Igen, hát látszik, hogy igazából nagy szalonesteket nem tartok, szóval nincsen túl sok ital bent, de a legféltettebb könyveimet, azokat egyébként itt tartom a bárszekrényben. Ezt a zsolnai tálalót, ezt a mamámtól kaptam meg, és ez ott volt nála a polcon, amikor kicsi voltam, és hát valahogy nem tudom, kiskoromban, érted, így ránéztél, hát milyen csicsás már, nem? Régen azt gondoltam én is így a nagy szüleimnél a tárgyakról, hogy kicsit ilyen múzeumi, olyan a hangulat, nincs hozzá közöm, de amint megörököltem, egyből lett kötődésem. Hát hisz ott van benne az összes emlékünk, az összes élményünk, és közben meg nagyon sok olyan jó mai megoldás is van, mint például ez az, egyébként nézd, ez papírból van. És azt hiszem, hogy bőr. És egy mai tervezés, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon jó eszköz, tehát hogy ide tudod rakni a vizet, és tulajdonképpen ráhúzod. Egy váza, és, egy papírváza. Igen, és abszolút ez is egy mai tervezés. Képzőművészeti alkotást azt így tisztelsz, de nagyon sokszor mondjuk, hogyha forgatsz, vagy előadás van, akkor ugye együtt dolgozol jelmeztervezőkkel, stylistokkal, sminkesekkel, fodrászokkal, mennyire hagyod őket érvényesülni? Amikor színésznő vagyok, és forgatás vagy színház van, akkor én maximálisan megadom a szabadságot a jelmeztervezőknek. Sminkben, hajban? Igen, igen. Tehát, hogy mindenképpen nekem mindig van a fejemben amúgy egy kép erről, vagy arról a szerepről, de mindig megvárom, hogy mi az, amit a tervezők és a szakemberek szeretnének. Például a monodrámámnál nagyon, nagyon speciális, ugye, az a hosszú haj. Igen. Tehát a több méteres Ifigénia fonal, pillanat, ami... A végét adom a te kezedbe. Kozma Norbi, aki nagyon jó barátom, és egyben fodrászom is, ő neki volt az ötlete. Ezen kívül még milyen kiegészítők vannak, amiknek története van nálad? Itt látok egy táskát. Igazából nagyon mindennek története van lényegében, szóval belekérdeztél. Ez a laptáska, amit egyébként eseményeken is viseltem már, de ez egy nagyon különleges módon jutott hozzám, és ez egy olyan molinóból van, egy olyan színházi előadás molinójából van, amiben én játszottam, és a szereposztás látható éppen, ez a Bányavíz című előadás. Ajándékba kaptam egy képzőművésznőtől, Herbert Anikótól, és amikor megkaptam, megláttam, és mondtam, hogy de hát ez a mi előadásunknak a szereposztása, és tulajdonképpen, érted, ez egy plakát volt valamikor, ez egy molinó. Még ott volt egy nyaklánc, ja, igen. Azt léci, mutasd meg! Hát ez a nyaklánc egyébként, ez azért van a zsolnai tálalon, mert hogy ez egy zsolnai medál, és ezt egy jótékonysági adományvásáron jutottam hozzá. A Mihalik Enikő modellnek volt a saját ékszere. Mi az, amit ma viselsz? Mert ez is egy tervezői pulcsi. Igen, ez a felső egy dézs pulóver, amiről azt kell tudni, hogy biopamutból kötötték, és szerintem ez a pulóver tipikusan annak a példája, hogy lehet magyar tervezői darabot a hétköznapokban is viselni. Igyekeztem olyan ruhákat összeválogatni neked mostanra, amiből abszolút az tükröződik, hogy lehet viselni. Például ott van ez a Kendra Jackie, ami egy almavetlényi darab, és azon túl, hogy ezek a minták, amik itt találhatók, ez az almának a saját printje, tehát hogy ezeket ő festette az anyagra, és azt kell tudni még erről, hogy ez tipikusan olyan környezetkímélő pamutból gyártódik, amit fenntarthatóan állítottak elő. Ez az Anna Amelie kimonó, ami Annának ez abszolút a sajátossága, hogy egy vonalvezetéssel megrajzol egy mintát, és abban az évben, amikor kijött ez a kollekciója, akkor én azt mindenképpen vágytam erre, ami önmagában egy ilyen túlzó darabnak tűnik. Tehát az, hogy ez egy kimonó, nagy, hogy ez egy nagy, igen, szóval ezt azt lehetne gondolni. Na és akkor megvettem, és kiderült, hogy ez az a darab, amit nyáron, tavasszal, itthon, strandon, fesztiválon, telken, napozáskor, tehát hogy gyakorlatilag bármiben, most nyilván nem pulóverbe, de hogy abszolút nagyon jól lehet viselni. És általában szeretem, hogyha valami letisztult, vagy mondjuk jó, ennek erőteljesek mondjuk a színei, de azért mégiscsak mondjuk a földszínekhez húzódnak, és nekem az nagyon, nagyon közel áll hozzám mostanában. Róla mit kell tudni? Hát ezt egy online turkálón találtam, de ilyen van? Igen. Képzeld el, hogy amikor ezt a kabátot feltették az oldalra, akkor olvastam a kis szövegben, hogy Travilla, ő a Marilyn Monroe-nak volt a jelmeztervezője, tehát a filmjeinek a jelmezeit mind ő tervezte, és neki volt egy saját márkája. Tehát ez a kabát, ez Marilyn Monroe tervezőjének a saját kabátja. Beszéljünk kicsit a címlapokról, mert azért jócskán volt. Beleszólsz ilyenkor a koncepcióba? Hogy mi legyen rajtad, hogy, tehát amit mondtad, hogy mindig van valami vízió. Szoktam beszélni mindig a fotózás előtt a stylistokkal, és mindig úgy szoktam kezdeni, hogy megkérdezem őket, tehát hogy mindig beszélünk előtt, és megkérdezem őket, hogy mi a víziójuk. Tehát egyeztetsz, részt veszel az alkotásban. Igen, ez egy nyári lapszám volt, és az volt a lényeg, hogy minden, ami itthon, hogy nyaralj itthon, öltözködj itthonról, ugye, akkor került az egész lokális öltözködés, vásárlás nagyon a központba, és és ez ennek volt egy ilyen nagyon erős transzparense, és csupa magyar tervezői darabok voltak, és a magyar népviseletes asszonyok felöltöztettek engem ebbe a csodálatos népviseletbe, amit legszívesebben egyébként elhoztam volna. Most, hogy szemezgettünk itt a ruháid közül, és főleg a fenntartható divatról beszélgettünk, menjünk át Vetlényi Almához, és nézzük meg, hogy milyen az ő új kollekciója. Jó, szuper, menjünk, oké. Vetlényi Alma textil- és divattervező szakon végzett, és azonnal beleszeretett a fenntartható ruházat tervezésének és gyártásának új, környezetbarát módszereibe. Elkötelezett a hulladékmentes szabás iránt. Időtlen dizájnnal, etikus forrásból származó anyagokkal dolgozik. Az Alma brand az értékek megőrzéséről szól a mai felgyorsult világban, aminek a fő célja a jelen vizsgálata a jövő tervezése érdekében. Hello, szia! Sziasztok! Na, hogy összeöltöztetek, vagy ami Anginban, az nem ugyanaz a kollekció, ami rajtad van? Nem. Ez már az új kollekció. A folytatása. Az Angin a mostani ősztéli kollekcióm darabja van, és ez pedig már a jövő tavasz-nyár, aminek a debütálásán is Angéla részt is vett. Ő volt a márka nagykövete a Fashion Week-en, és ez az új kollekcióm, amit akkor bemutattam. Azt szoktam mondani, hogy a darabjaim így az értékeink megőrzésére buzdítanak, ami kezdődik ugye a természetbeli értékeknél, de ott nem ér véget, hanem utána a kulturális értékek is beépülnek ezekbe a darabokba, és itt tényleg nagyon mélyen ástam abba, hogy honnan is jöttem én, mi az, ami alapján én ezt a szakmát választottam, és ez a képzőművészetnél indult, mert édesapám festőművész, és ezeket a darabokat pedig úgy készítettem, hogy édesapámmal kísérleteztük ki a műtermében a festést, hogy melyik típusú fenntartható alapanyagon hogyan viselkedik az adott festési eljárás. Sok mindenkit megijeszte az a szó, hogy designer ruha, vagy egy tervezői. Igen. Azt gondolják, hogy nem lesz hordható, esetleg iszonyatosan drága. Ezek a darabok egyébként megrendelésre készülnek, amikbe a kézi festések megjelennek, viszont mindig van egy aktuális olyan basicebb termékpalettám, ami az aktuális fő koncepciónak az ilyen leképzése, ami egy hordhatóbb utcai viselet, vagy kombinálható ugye a különlegesebb darabokkal. Érdemes organikus pamutot használni. Én azt azért is kedvelem, mert hétköznapi viseletnek is jó, nem olyan kényes, mint mondjuk a hernyósejem, de alkalmibb vagy különlegesebb blúzoknál, ruháknál hernyóseimet is használok. Amit még nagyon kedvelek, az a lámvászon. A fenntarthatóságon kívül mi az, ami számodra nagyon szimpatikus ebben a márkában, akár ebben a kollekcióban? Gondolok itt fazonra, vonalvezetésre, színre. Például éppen amit tartasz, ez az egyik személyes kedvencem, és azért, mert ez a darab, ezt ugye beszélgettünk arról, hogy mitől lesz számomra jól variálható egy ruha, és pont a Kendra Jackinél azt emeltem ki, hogy abszolút komfortos és kényelmes egész napra. Nagyon tetszik a vonalvezetése miatt, hogy végtelenül egyszerű, viszont a színek miatt nagyon extra. Neked mindig van valami pici csavar az öltözködésedből, szinte már humor. Esküszöm, hogy hát is felveszel egy valami nagyon csini ruhát, akár flittereset, egy bakancsal. Igen, mindig van benne valami, nem tudom, fűszer. Ezt én elmehetek felpróbálni? Persze. Szuper. Igen. Amíg Angéla próbál, addig mi nézzük meg, hogy Fanni milyen tippekkel készült nekünk mára. Ma a földszínekről beszélgetünk, hiszen Angélának is ezek a kedvencei. Most olyan szetteket mutatunk meg nektek, amelyek jól mutatnak, és még praktikus darabjai is lehetnek a ruhatárunknak. Azzal már foglalkoztunk egy korábbi epizódban, hogy hogyan lehet a hétköznapi szetteket alkalmivá varázsolni. Most viszont leszűkítjük a kört a földszínekre. Először is melyek ezek a színek? A barna és minden árnyalata ide tartozik, illetve a zöld, a szürke és a vörös is. Hogyan lehet izgalmassá tenni ezeket a színeket? Szerintem, hogyha egy kis mintát viszünk bele, akkor azzal izgalmasabbá tudjuk varázsolni. Most is olyan szetteket hoztam, amikbe belecsempésztem egy kis mintát, hogy ne csak az egyszínű ruhák legyenek. Olyan szetteket hoztam, amiket jól tudunk variálni. Ha elindulunk reggel otthonról, akkor egy kis átalakítással folytathatjuk az utunkat az éjszakába. Akkor oda is adom az első szettet, kérlek, próbáld fel! Ehhez a viszonylag lenges sejem ruhához egy jó meleg pulcsit adtál. Azzal tettük hétköznapivá a szettet, hogy egy kicsit ilyen oversize fazonú pulóvert vettél fel egy elegánsabb ruhával. De most fekete cipőt választottál arancsattal, ami megegyezik a pulcsinak az egyik színével, viszont akár szerinted lehetne fehér sportcipőt is felvenni hozzá? Én a fehér sportcipőt csak azért nem ajánlom, mert ezek sötétebb színanyalatok, esetleg inkább a bézst választhatnánk hozzá. Úgy fogjuk átalakítani, hogy egy ilyen csipke felsőt fogsz majd a ruha alá venni. A cipő is izgalmas, a sarka szerintem nagyon különleges. Igen, egy ilyen szögletes sarok, és az orra is egy hasonlóképpen szögletes, illetve ugye itt még azért különleges a cipő, hogy egy bőr cipőnek ilyen fényes lak sarka van. Ilyenkor oda kell figyelnünk arra, hogy a ruha az eltakarja a csizmának a szárát, vagy ki is látszódhat. Ez attól függ, milyen hatást akarunk elérni. Szerintem nem probléma, hogyha kilátszik a bőr, mert ugyanúgy csinos. Hogyha ugye nem látszik a bőrünk, akkor kicsit jobban megnyújt, mint egy hosszabb csizmán rajtunk. Nagyon tetszik ez a szerkó is, de néznünk kell a következőt. Mi lesz? Ez lesz a következő. A nadrág is nagyon extravagáns, de ez a felső, erre nem számítottam. Nagyon érdekes szabású felsőt választottam, ami alapvetően egy nyári top, viszont ezeket fel tudjuk venni akár egy ingre, vagy egy hosszújú karbóra is, és így az őszi szetteket is fel tudjuk vele dobni. Alá adtam egy ilyen szűkebb inget, ami kicsit ez az irodás hatás, és ezt a nagyon mintás nadrágot választottam hozzá, amin ugyanúgy megtalálhatóak a földszínek, viszont itt már látható a zöld árnyalata is, kicsit ilyen kekis színben. Ezek a nagyon hosszú szárú nadrágok egyébként nagyon csinosan állnak, és hosszítják a lábat egyébként. Hogyan alakítjuk át ezt a szettet? Itt igazából csak annyit fogunk változtatni, hogy lekerül az ing alóla, és akkor ez sokkal ilyen lazább hatást fog kelteni. Akkor nézzük is meg nélküle. A földszínekről elsőre nekem az jutott eszembe, hogy biztos unalmasabbak lesznek, de hát ez így nem az. Már önmagában ugye mintás ez a nadrág, és így izgalmas, viszont kicsit átalakítottuk ezt a szettet, hogy most már nem bőszára lett a nadrágnak, hanem egy ilyen szűkebb azzal, hogy a cipőnek a zsinórját megkötöttük a bokánál. Ez így kiknek áll jól? Hát alapvetően azoknak, akik kicsit magasabbak, ugye, hogy az alacsonyabb embereknél lehet, hogy nem áll annyira jó, hogyha ezt a bokánál elvágjuk úgymond az anyagot. Akkor nézhetjük az utolsót? Igen. Itt a bézsnek különböző árnyalatait választottam, és ez egy kicsit egy ilyen údosabb megjelenés a többitől, egy sokkal én inkább a sportcipővel, és ezzel a oversize blazerrel tettük egy kicsit hétköznapibbá ezt a szettet. A sportcipő is fel van díszítve, úgyhogy már nincs is szükségem más ékszerre. Szerintem egy hétköznapi szettet nem kell sok ékszerrel kiegészíteni. Ezek az oversize fazonú blazerek minden szoknyahozhoz illenek? Igen, szerintem nincsen erre ilyen szabály, hogy hosszabb vagy rövidebb szoknyával vegyük fel, szerintem mind a kettővel jól mutat. Ezt hogyan alakítjuk át esti megjelenésé? Kis táskát fogsz kapni, egy elegánsabb cipőt, és lekerül a blazer is. úgyhogy lekerült a blazer. Láthatjuk, hogy milyen fazonja van egyébként az ingnek és a szoknyának. Ugye itt egy karcsúsított fazon ez az ing, és mivel aszimmetrikusan van felvarva, ezért nagyon szépen kiemeli az alakodat. Illetve ez a szoknya így keresztbe van felsliccelve mindkét oldalt, elől is és hátul is, és ez is egy nagyon csinos megoldás. Illetve kapta egy magas sarkot, amin van egy kis arany lánc, ami megy a kis táskához, amit egyébként inkább mint egy nyaklánc hordunk. Hogyan vásároljuk ezeket a földszínű szetteket? Ha valaki jobban szereti a fekete és a fehér szetteket, akkor hozzá ez a színvilág abszolút illik és könnyű variálni őket. Ha valaki szereti az élénkebb és tarkább ruhákat, akkor is egyébként nagyon jól össze lehet rakni a szetteket, ott érdemes arra figyelni, hogy mondjuk egy melegebb árnyalat mellé melegebb árnyalatot választunk, de ugye itt nem csak ezek a világos színek jöhetnek szóba, hanem ugyanúgy a zöld vagy a vörös is. Köszönöm szépen a mai tippeket is, nekem egyébként ez a szett tetszik a legjobban, úgyhogy lehet indulok is a színházba. Ti pedig nézzétek meg, hogy hogy állnak Angélán Alma ruhái. Na, mit szóltok? Még így farmerral, bakancsol is tök jó. Igen, és tudjátok, hogy mit vettem észre, hogy így ránézel, de... csak egy zseb van, és ez ugye, hogy nem tűnik. Nem esetben, nem mondom, mi a trükk? Igaz. De egy magas sarkúval is egyébként már ruhaként funkcionál. Hova vennéd fel? Mindenhova. Piacra is mennék benne igazából. Egyébként simán, mert mondjuk tavasszal csak így felkapod valami kis ruhára. Igen, abszolút. Eseményre, vacsorára, bulizni, színházba. Minden, bármi. Na, nagyon örülök, hogy ilyen multifunkcionálisan tudjuk tenni ezt a darabot. Nagyon szuper, nagyon szépen köszönjük, hogy megmutattad nekünk ezt a kollekciót. És Angéla, neked pedig köszönjük, hogy benézhettünk a gardróbodba. Köszönöm én is. Ennyi volt mára a STILÓ, tartsatok velünk legközelebb is.